A Szent Orsolya Bencés iskola központban több éves hagyománya van a disznóvágásnak, melyből aktív szerepet vállalnak a gyerekek is. 5 éve indult ez a projekt. Volt egy pályázatunk, Menő Menzák volt a címe, és abba igyekeztünk különleges elemeket beletenni. És volt egy ilyen, aminek a címe az volt, hogy disznóvágás egészségesen. És azóta ez hagyománnyá vált, most már 5. alkalommal rendezzük ezt meg. Tulajdonképpen a tanárok azok, akik feldolgozzák a disznót, nem élve jön ide, tehát ilyen véres jelenetek azért nincsenek, és az osztályok be vannak osztva, és különböző fázisait megnézik a feldolgozásának, hogy hogyan történik ez. Ez egyben néphagyomány megismerése is, meg hát egy érdekes dolog. A pedagógiai alapelvünk az élményszerű oktatás, és azt hiszem, hogy ez az, mert ezt azért úgy mindenki megemlegeti, ha idősebb diákjaink visszajönnek, akkor mindig a disznóvágás szerepel a szép emlékek között. Úgy indult az egész, hogy először csak a pedagógusoknak volt egy disznóvágás, és akkor jött az ötlet, hogy miért ne szélesítenénk ezt ki, és bármilyen furcsa, a gyerekeknek a többsége az még nem látott disznóvágást, pedig hát azért ez egy nagyon ősi régi magyar hagyomány. Először egy picit féltünk, hogy valóban hogy kerül ez ide, de így most már, hogy hagyománnyá vált, szinte kizárólag pozitív visszhangja van ennek az egésznek. És azt is egy kicsit feladatnak éreztük, hogy ugye elterjedt egy időben, hogy mennyire egészségtelen a sertéshús, hogy ezt eloszlassuk, és van egy kis ilyen tudományos háttér is az egésznek, tehát hogy biológia órákon, meg természetismeret órákon beszélünk arról, hogy ezt lehet egészségesen is csinálni. És valóban, a diákok nagy része az intézményben hagyománnyá vált rendezvényen kívül máshol nem találkozott még a magyarországi parasztháztartások egyik legnépszerűbb tradíciójával, amit rendszerint télen a hideg napokban végeztek. Otthon nem, de itt az iskolában 4 éve igen, nagyon hangulatos szokott lenni, és másnap meg is esszük a disznóból a hurkát meg a kolbászt. Csak az iskolában találkoztam vele, minden évben szokott lenni, és leszoktunk jönni az osztályokkal megnézni. Görögországból származok, és ott nem disznót, hanem bárányt szoktak vágni húsvétkor, viszont személyesen még nem láttam, mert olyankor otthon vagyunk Magyarországon. A gyerekek osztályonként többször visszatérnek, így a feldolgozási folyamat minden fázisába betekintést nyernek. Az évekkel ezelőtt a tantestület összekovácsolására szervezett disznóvágást, ami azóta hagyománnyá vált az iskolában, már az intézménybe járó összes diák és pedagógus várja. A dologban benne vagyok, mert otthon is rendszeresen vágunk disznót, dolgozunk fel, és hát nem egy újdonság. Mert valaki már látott ilyet, valaki mamánál, papánál már volt disznóvágáson, hát valaki meg egyáltalán. A lányok azok ugye egy kicsit finomabbak, ők egy kicsit óckodnak tőle, de szokták élvezni ők is ugyanúgy. Beszoktak ők is szállni, ők is ugyanúgy részt szoktak benne venni, aki bevállalósabb persze. Ez ki tudja, hogy melyik része ez a disznónak? Melyik része ez a disznónak? Tessék, ez a gerince és a... Ez itt melyik része? Ha a gerincének az eleje, akkor nyilván... Természetesen az oktató jelleg sem hiányozhat az intézmény hagyományápoló rendezvényéről. A nagyobbak tudását már a számukra feltett kérdésekkel tesztelték, míg az alsóbb évfolyamosok tollal, papírral felszerelkezve érkeztek, hiszen órájuk témája a disznóvágás volt. A gyerekek izgatottan tették fel kérdéseiket a felnőtteknek a disznófeldolgozási folyamatai láttán. A disznóvágás másnapján a diákok és a pedagógusaik azt a hurkát és kolbászt fogyasztották el ebédre, amelynek elkészültét végig követhették a nap folyamán.